Tisztelettel köszöntöm Önöket, kolléga lesz a mai vendégem, hát bárcsak sportban is kolléga lenne, de hát az nagyon magasra kéne jutnom, műsorvezetőként kolléga, lássuk is. Gajdos Tamás műsorvezető, sportoló. A testnevelési főiskolát és a pénzügyi és számviteli főiskolát végezte. Atlétaként magyar bajnok, majd manöken lett, később televíziós, a Szerencsekerék műsorvezetőjeként kezdte pályáját. A TV2-nél a Tények sporthíreit, a Sport TV-nél autós műsort, 2009-től pedig az ATV-ben híradót vezet, az elmúlt években a Spirit FM-en rádiózik is. Autóversenyzőként is kipróbálta magát, 6000 méter fölé jutott hegymászóként, szenior Európa és világbajnok lézerrán sportágban. 4 gyermeke született, a nagyobbak már felnőttek, a legkisebb Zétény együtt sportol édesapjával. Nyilván egy csomó minden nincs itt, ezeket nem tudtuk felsorolni, és képzeljék el, ezt mondom a kedves nézőknek, van itt egy doboz, ezt lehet látni, mondtam, hogy ne tedd le az asztal alá, hadd mutassuk meg, hogy ez mind tele van, és hát nyilván egy csomó fióknyi érem van még otthon. Ezek mik? Hát az elmúlt néhány év, illetve most az elmúlt néhány év. Másfél évtized körülbelül, mióta már szenior korba értem, 50 fölött azt gondoltam, hogy hát kell valami fizikai kihívás még az életemben, és akkor elkezdtem sportolgatni, és különféle sportágban, valóban a lézerrán is, de hát az atlétika, a futás, az alapsportágban. Várj, Tamás, azt mondod, hogy 50 fölött elkezdtél sportolni, te sose hagytad abba. A versenyszerű sportot mondom, igen, tehát én igazán intenzíven 15 és 25 éves korom között versenyeztem, tehát akkor tényleg a napi két edzés, és tényleg a sport volt az első a iskoláim elvégzése mellett, de valahogy egyébként a televíziós munkám kapcsán felkértek sajtószóhívőnek egy akkor hiszem atlétikai Európa-bajnokság került megrendezésre Magyarországon, és akkor úgy szóba került az is, és mi lenne, hogyha el is indulnék rajta. És mondtam, úristen, tehát 25 éve nem volt szöges cipő a lábamon, de helyek közel egész jól sikerült, akkor hatodik helyen értem célba Nyíregyházán az EB-n, és aztán utána nem volt megállás, úgy éreztem, hogy van ennél több is bennem, és akkor jöttek ezek az atlétikai, öttusa, lézerrán, futás, íjászat és tájékozódási futás, kerékpár, triatlon, duatlon. Tehát minden, amiben futás van, és ami mozgás, és amiben valami kihívást érzek, azon igyekszem ott lenni. És ebben a labda sehol nincs, a labda az ellenség volt? Nem, azt nagyon, mindig is nagyon szerettem, csak barom ügyetlen voltam, nem őszintén. Tehát mint minden magyar férfi ember, tisztességes magyar férfi ember, az a focival kezdi. Gyerekkorban hát ez egyértelmű, mindent visz, de hát be kellett látnom. Egyébként annak is volt egy másodvirágzása 50-es éveim körül, mikor újra kezdtem a versenyszerű sportot, akkor berántottak egyébként épp az MTK öreg fiúk csapatába, hogy hát futni még egész jól. Nagy MTK szurkoló vagyok, tehát az épp az MTK az erről szól. Azért igen. Mondom, igen, hogy neked mond valamit, és hát olyan nagy nevekkel játszottam, mint Handel Gyuri, szegény már nincs köztünk, meg Schneider, például Sneci. Egyikünk sincsen már sajnos velünk, de akkor nyertünk Budapest bajnokságot is szeniorban. A labda idegen volt, de futni tudtam, és hát a pocakos urak között egész jól megéltem egy néhány évig, és hát játékként ez megmaradt, de a versenyszinten én magam azért tudom hova tenni, és tudom, hogy a labdával, bár szeretem, de ügyetlen vagyok. Melyik a fontosabb ma az életedben, és én tudom, hogy pont az ATV-ben beszélgetünk, amelyik a munkahelyed, munkahelyünk. Hát itt nyilván az a mondat ül, hogy hát a legfontosabb a hivatásunk, a munka. Jó, oké. Igazán, hogyha a szívedre hallgatsz, melyik a fontosabb? Az, hogy sportolsz, vagy az, hogy bejössz híradót vezetni? Hát egyértelműen nem tényleg ez most mondanám, hanem veled beszélnék, hogy komolytalan kérdés, de tényleg hát az igazság, hogy az mégiscsak a munka, a család és a sport, az egy harmad, ez a sorrend. Lehetne más is, de mondjuk a munka az alapja nyilván a család fenntartásnak is, és a sport az csak egy hobbi. Tehát ezek ilyen remek kis bizonyt gyakorlatilag az egész életedet, ami a híradózáson kívül van lefed. Én nem tudom, mikor vagy együtt a családoddal, de innen futva, ide futva érkezel, sokszor biciklin és biciklivel távozol két futóedzés között, ami a két híradó között van, hétvégente versenyzel, időnként külföldi edzőtábor, néha külföldi, mikor vagy otthon? Most én mosolygok közben, de valójában szomorú vagyok, megmondom őszintén, hogy látod, még te is ezt így kérdezed és így fogod föl, miközben én
a magam részéről ezt olyan szinten természetesként élem meg, és annyira nem tudok megbarátkozni a dologgal, hogy más emberek számára, nem a versenyszintű sport, ezt hagyjuk, ez tényleg csak egy járulékos része, hogy most az ember, hogyha elég régen kezdte már, és van némi rutinja, meg szerencséje, meg lassan kihalnak mellől a kortársak sajnos, akkor ebben a korosztályban már nem olyan nehéz azért világversenyként jó eredményt elérni, de nem a versenyzés a lényeg, hanem az, és ez szomorú, hogy emberek számára nem természetes, az a természetes, hogy autóval jövünk munkába. Miért is? Mikor innen 8 kilométerre lakom, kerékpára pont 15 perc alatt ide begurul. Na jó, de ne kapulsz. Mi ebben a rendkívül? De most tényleg. Mert nálad azért nem csak arról szól, hogy begurulsz. Hát jó, de... Begurulsz nem... néha, de az egy másik dolog. A biciklivel nem csak arról szól, hogy begurulsz, ez egy de teljesen nem, jó, másik de nem az az intent, tehát ide tényleg közlekedési eszközként jövök fel, az egy más dolog, hogy két híradó között, vagy a reggeli műsor és az esti között napközben van szerencsém, hogy kitekerek 80-100 km. Tehát Gödöllő, Visaszeg, Nagytarcsa, stb., vagy akár a Kékesig is elmegyek, az az edzés, de az, hogy például, és tényleg ez lenne az alap, hogy az, hogy gyalog menjen a munkahelyre valaki, vagy kerékpárral, ez annyira természetes dolog kéne, hogy legyen, és az is nálunk szerencsésebben alakult sorsú, mondjuk nyugat-európai, észak-európai országokban, hogy ha csak nem kell nagyon sietni, nem kell a gyerekeket vinni suliba, sok csomaggal, akkor az ember minek jár autóval, tényleg. Autóval van, hogy lassabban érek ide, pedig viszonylag a külvárosban, ugye az Őrsvezértér környékén vagyunk itt is, és a lakásom sem messze van. Sokszor lassabb még itt is autóval közlekedni, mint kerékpár. Akkor miért is használjuk? Jó, esik az eső, tényleg hideg van, oké, de márciustól novemberig nyugodtan lehetne kerékpárral, és tényleg egyszerűen közlekedési szempontból praktikus. Főnök, így soha nem akartak eltiltani attól, hogy adás környékén mondjuk kimenj futni, vagy kerékpározni, vagy motorozni. Őszintén szóval nem osztottam meg velük ezt a fajta beteges hobbimat, lehet, hogy más számára. De hát mondjuk, hogyha fél óra van, nyilván nem, de amikor van két óra mondjuk két híradó között, akkor abban egy órás mozgás simán belefér. Szerencsére olyan jó felszerelt öltözünk van, hogy zuhanyozni, átöltözni, felfrissülni lehet, úgyhogy az nem probléma. Ja persze, az infrastruktúra az neked játszik. Na, jó, ezek mik? Tehát ez itt például, ami itt legelől van, és amit remélem meg tudunk hát mutatni. Erre vagyok a legbüszkébb talán, ez a torinói European Masters Games, ez két évente van európai, és másik két évre rá pedig, tehát négy évente világjátékok. Ez tulajdonképpen a senior olimpia, tehát európai vagy világszinten 60-80 ország, 20-30 ezer sportoló. Olimpiai bajnok vagy? Hát a korosztályomban igen, aha, de az olimpia szót, mint tudjuk, még itthon se szabad másra használni. Olimpiai bajnok vagy. Igen. Tehát annyiban olimpiai, hogy a világ minden tájról jönnek, és 30 sportágban több tízezer sportoló. Ez speciál, azt hiszem, a Torinóban a 800 méteres síkfutásban nyert érem, de duatlon sportágban is sikerült már 800-on kétszer, 400-on egyszer, duatlon egyszer, tehát tulajdonképpen négy ilyen olimpiai bajnoki címen van. De azoknál értékesebbek tartom a világbajnokit, mert ott érdekes módon nagyobb mezőnyök jönnek össze, akár atlétikában, ott még csak bronzérmet sikerült nyernem, pedig az ő sportágban, az nem nyugszom még abban, és nem nyerek egy aranyat. Vagy olyan, hát mondjuk, hogy kevésbé tömeges sportág, mint az öttusa, ahol a lézerrunnak ezek a világbajnoki érmei, az például egy szerencsés, és általában is milyen fontos a nemzetközi sportrendezvények, hogy Magyarországon vannak, annak köszönhető, hogy egyrészt, hogy 15 éve elkezdtem a senior versenyszerű sportot, akkor nyíregyházi EB miatt, aztán mikor itt volt 3 év vagy 4 éve a Kincsen Parkban a nagy öttus a világbajnokság, annak keretében volt egy Masters VB is, és a senior korosztályban akkor ott elindultam, és a kombinált számban sikerült nyernem. Miért még érdemes még figyelni az időt? Ugye szokták időeredményeket, szokták mondani, hogy egy ponton túl az nem tud javulni, mert hát nem, az életkorunk nem engedi meg. Hát ezért szeretem az atlétikát, mind az összes futásalapú sporták közül leginkább, mert miközben a többi nagyon változatos, a triatlon, duatlon, több szám is, és különböző terepeken vannak, az idők nem nagyon összehasonlíthatók, éppen azért, mert nem azonosak a távok sem mindig, plusz-minusz 1-2 százalék eltérés van, de a terep, meg a pálya minősége sem. Atlétikában a 400 méteres pálya, a világ minden táján 400 méter, és nekem a 800 méter a fő távom, azt pontosan tudom, és meg lehet nézni a ranglistákon, évekre visszamenőleg, hogy az új-zélandi vetétársam ott éppen a világ pont ellentétes másik pontján 800 métert mennyi időt futotta le, ugyanígy az ausztrál, amerikaival,
vagy az orosszal, és akkor ő velük összevetve nagyjából kalkulálható, hogy nekem milyen teljesítményre lesz szükségem az, hogy érmet nyeressek a következő EB-n, ami most idén ősszel lesz éppen Peszkálában. Tehát az atlétika ennyiből jó. Na, de hogy mennyire, és hogy ezen mérhető az is, többek között a világranglistán, vagy a világcsúcsok, egyébként az én egyéni csúcsaim is ezt igazolják be, hogy bizony 5 évenként vannak ugye a korosztályugrások, nagyjából 5-6-8 másodperccel hát magasabbak vagy alacsonyabbak, tehát évente nagyjából 1 másodpercet lassul az ember, ez akárhogy is. Ez csak lassítani lehet a folyamatot, a lassulás folyamatát. Igen, mert ugye ez ellen nehéz küzdeni, és rossz küzdeni ellene, mert amíg fiatal sportoló vagy, hát így kezdted. De mindig jobbat meg jobbat hát szeretnél. Persze, és 10 másodpercekért hát ezért jók a versenyek, mert egymással mérjük össze, tehát a kortársaiddal és a senior sport ennyiből zseniális, az age group, tehát a korosztályos sportok, hogy ha nem is évente, de 5 évente azonos korosztályok méreckednek össze, és akkor végül is lehet mondani az ember valamiben, a maga korosztályban, a maga súlycsoportjában, hogy a többi sportágat említsen, ahol ilyenek vannak. Tehát relatíve... Csupa illetlen kérdésem van, Tomi. Az, hogy találkozik a mezőny. Hát ismeritek már egymást. Van az emberben egy olyan érzés, amikor meglátja másikat, hogy megöregedett? Nem, már, kinek mennyi a nyugdíja, voltál már urológusnál idén is, és mint az STK rendőrében az idős. Kicsit más az edzőtábor ilyenkor? Hát nem, nyilván azért tehát ez egy nagyon szerencsés dolog, tényleg ilyen szempontból szerencsésnek érzem. Egyrészt itt is a televízión belül csupa fiatal kollégákkal vagyok körülvéve, és vagy aki nem azzal, meg fiatal lelkek vagyunk, ugye mi ketten, és sok mindenben egyetértünk. De a sportolók között pedig pláne így van ez, hogy tényleg gyakorlatilag kortalan az ember, a téma, a dinamika, a hozzáállás az élethez többé-kevésbé azonos, és nagyon inspiratív, és inspiráljuk egymást tényleg. Egyrészt konkrétan a versenyeken is, hogy na, győzzük le a másikat, minél jobb teljesítményre sarkaljuk, de hát egyébként pedig hihetetlen, hogy tényleg a világ legtávolabbi pontjairól érkező sporttársakkal is mennyire egy pillanat alatt egy nyelven beszélünk. Vannak ilyen barátságaid? Tehát a sporton túlnyúló barátságok, akikkel azon kívül is tartod a kapcsolatot, hogy találkoztok a versenyen? Például 5-6 évvel ezelőtt Ausztráliában, Perth városában volt az atlétikai világbajnokság, és oda egy előtte 30 éve nem látott sporttársam, atlétatársam, akivel még 79-81-ig voltam katona, Honvédban, 2 évig együtt sportoltunk, és egyszer csak rám írt messengeren, vagy valamelyik közösségi médián, hogy Tamás, itt lesz Perthben a világbajnokság, remélem jössz. Hát mondom, nem gondoltam, idén most nincs kedvem rá, ha érthető, mire gondolok, és természetes módon közben ne vicc, hát itt nálam lakasz, itt lakom Perthben, és szívesen látok. Repjegy. Ennyi. És ő pedig katonatársam és atlétatársam volt, és... És szintén is, fut? És szintén, persze azóta is. Nem olyan, tehát ott a verseny nem indul, de ő maga is sportol, csak nem versenyszinten. Ha már mondod a pénzt, ezeket az utakat, edzőtáborokat, ezeket ki finanszírozza? Hát ki, hát a családi költségvetés nagy örömmel dobja össze a családom. Hát nyilván magamnak kell persze megoldani. Nyilván vannak azért szponzorok, ma már nem működik sehol semmi szponzorok nélkül szinte. A senior sportra nehéz? Hát, nagyon nehéz, persze. Olyan értelemben vannak szponzorok, tehát itt nincs pénzmozgásról szó szinte, mondjuk egy korszerűbb kerékpár, az már egy milliós nagyságrend, 2-3 havonta új futócipő 50-100 000 forint között van. Ezek elég komoly erőfeszítést jelentenek anyagilag, ezeket hál' Istennek, hogy az eredmények miatt, vagy az ismertsége miatt, nem tudom, de nagy előszeretettel segítenek ebben különféle cégek, és adnak. A sportban te tévés vagy, és a tévézésben sportoló, vagy hát hogy van egyszer ez? Azt szeretném elérni majd, hogy az atléták között legyek a legjobb atléta, és a műsorvezetők között legyek a legjobb. Egyelőre még csak ott tartok, hogy talán a legsportosabb, ugye itt a másik is emlék. Ja igen, van egy ilyen díjad, ami konkrétan erről szól, a legjobb a sportoló műsorvezető, és a legjobb a műsorvezető sportoló. Hát ezt jó lenne külön választani, de mindegy, azért ez is persze. Csak azért kérdezem, hogy mennyire vagy a sportoló között csodabogár? Már azért, hogy dolgozom, vagy azért, hogy ismert vagyok, mint műsorvezető? Ismert vagy, képernyős vagy, és aztán meg ott futsz mellettük. Hát egy ideig rácsodálkoznak, akikkel először találkozom, de a többség már megszokta, és hát ha a klubomnak tudok, különféle sportágokban, különféle klubokban vagyok segíteni, és ráirányítani a figyelmet az adott egyesület munkára, vagy adott sportágat népszerűsíteni, akkor azt szívesen teszem, és talán egy ilyenfajta
haszna vagy áthallás van a két történet között. Hát, hogy a műsorvezető társak mennyire büszkék az sportevéges, azt nem tudom, de... Mi büszkék remélem, vagyunk, nem, de én szoktam nekem írni a Facebookon, hogy te egy UFO vagy, és nagyjából így is gondolom, hogyha itt most az UFO leszállt közénk, mert hát azért te folyamatosan versenyzel, és nem csak egy sportágban. Tehát ez nem úgy kell elképzelni, hogy hát pár évvel ezelőtt csináltad ezt, aztán most csinálod azt, hanem hol kerékpáron látunk, hol futópályán látunk, tehát hogy a legkülönböző sportágban hozod az érmeket. Azért. Ez olyan, mint a műsorvezetés, hát te sem csak egy műsort vezetsz, ugye az egyenes beszédből is. Jó, de az egyfajta fizikai képességet igényel, tehát hogy tudjak itt ülni viszonylag nyugton és hosszan. A te tudományod az nem egyfajta fizikai képesség. De egy kicsit igen, tehát a futás alapú sport azért az jellemző ezekre, hogy mindegyikben a futás játssza a főszerepet, tehát a lézerrán, a kombinált száma az ötösában, vagy a futás lövészet, igen. Hát jó, ez persze, kerékpározás, hát azért az kerékpáros. Ezek úgy jönnek. Jó, hát a nyelveket is megtanul az ember először, csak magyarul tud, aztán csak megtanul angolul, ilyen olyan módon a munkához kapcsolatban. És múlnak az évek, egyre inkább megint csak magyarul tud, nálad meg pont fordítva, ezek egyre bővülnek. Igen, de ezek inspirálnak, tehát tényleg a változatosság gyönyörködteti, illetve a kényszer is, hogy mondjak valami dehonestálót, hogy már én legyek itt a legfittebb és a egészséges és csoda ember, aki 65 évesen még fel tud menni a lépcső segítség nélkül. Szóval nekem azért egy 6-8 éve ezelőtt volt, nem is egy két térdműtét, nem súlyos, egy kis meniszkusz igazítás, itt ott becsípődött, megkopott. És akkor azt mondta a sportorvosom, hogy a futást azt akkor hanyagoljuk. Már hogy érted, hogy hány napig? Mondta, hogy hát jobb lenne, ha nem erőltetném ezt, mert nem fogtuk. És na mondom, hát azt viccelsz, ugye helyette akkor mit lehet csinálni? És mondta, hogy akkor legalább egy hónapig, egy hónapokig lehet egyébként az utat csinálni, hogy gyógytornát szinte folyamatosan, és az úszás, és hát esetleg a kerékpárt modell lehet kezdeni. És ilyen sorrendben ezt én elkezdtem, csináltam, és akkor 3-4 hónap után ott tartottam, hogy jött a Kroppó Péterék révén az Ironman Budapest ugye, triatlon verseny, és akkor ott is sajtószóvőnek felkértek, és jött ott is az ötlet, hogy hát akkor minden el is indulna, hát ne csak beszélj róla. Futni tudsz, biciklizni szoktál. És ennyi más volt, előtte már hónapokig úsztam, bringáztam, és hát a futást ugye nem csináltam, de hát az emlékezetből megvan, ezt összeraktuk, és már kész a triatlon, és én azóta is csinálom, és azért is csinálom, mert a három sportág egymást remekül kiegészíti. Lábad. Szórakoztat, és sokkal jobb lett azóta, nincsen panaszom. Tényleg. Te vagy az ellenjavallat bizonyítéka, hogy az működik néha. Nem, tehát az a lényeg, hogy nem semmit, nem, ugye kérdezik ezt, hogy hát hogy lehet így bírni, meg 100 éves apám bácsitok, hogy bírja, még mitől, mi a titok, és akkor mondta, hogy semmi, fiam, nem szabad abba adni. Kérdezik, hogy mit, és mondta, hogy mindent, az evés, ivás, alvás, mozgás leginkább, és minden egyéb az élethez tartozó kellemes és kevésbé kellemes dolgok, de tehát amit egyszer abba adsz, azt baromi nehéz újra kezdeni, és hogyha ha mindig találsz új kihívásokat, akár a munkádban, akár a sportban, akár más területen az életnek, az inspirál, és az mindig egy kicsit tovább lendíti a szekeret. Mostanában nagy divat inspirációs előadóvá válni. Ha valakinek valami történt az életében, akkor ő kiáll és inspirációs előadó. Te miről beszélnél? Hát mindezekről. Esetleg ezt az adást esetleg lehetne... kazettát kapok elő, hogy ezt elküldöd, nem most komolyan, tehát igazából, hogyha kiállnál ezzel emberek elé, szoktál különben, ha nem is így hívod, és nem ezek találkozunk. Hát előfordult már, igen. Akkor mi az igazi üzenet? Az, hogy ne hagyd abba? Valaki el se kezdte soha? Igen, de bármit is csinált, akkor azt mondanám, hogy azt mindig próbálja meg hasonló lendülettel a szép emlékek, erre is emlékezve azokat, tehát mindig a pozitív, a sportban az a jó, és az érmekben az a jó, most két fillért nem ér egyébként a hozzáadott érték, az, amilyen körülmények között az ember elérte, ugye mondom, semmi, nem igazi arany, ezek a bizsuk, de emlékek arról, hogy egykoron, egy éve, két éve, 10 éve, 20 éve, és mi mindent értél már el, mi mindent csinált, és ezzel kellemes, pozitív élmények, emlékek jönnek elő, és ezért az ember igenis, mint egyfajta dopamint termelő, most mondják, hogy mennyi minden függősége az embernek a újabb gépek segítsége különösen, egyfajta örömszerzési forrás, kellemes emlékeket ébreszt, és az, mert embernek jó emléke van, amiről jó emléke van, az szívesen csinálja. Volt, amikor téged bajból húzott ki a sport? Nem, lelkileg. Nem most nyilván. Hál' Istennek, lehet, hogy a sportnak annyiból mindenképpen nem kihúzott, hanem nem engedett olyan bajba, olyan szintű lelki válságba keveredni, ami megroppantott volna. Tehát amikor valami ez nyúlni kellett, vagy azért kellett volna emelem sportolni, mert szétrobbanok, vagy nem tudom, annyira csalódott vagyok, hogy, mert pont ez a lényeg, hogy
a vitaminnal, meg a táplálkozással, az étel, italal, almással, mozgással. Pont az ennek, hogy nem szabad, folyamatosan kell szinten tartani, most van, hogy 3 napig nem iszol, és jó, szomjas vagyok, iszom egyet. Mondják, hogy nem kell megvárni, szomjas leszel, igen, is folyamatosan kortyogatni kell, nem vérlöm. A feleségem állandóan ezt mondja, hogy igyak többet, igen. Tehát, hogy megelőzni kell, nem a bajt orvosolni, hanem hogyha az embernek a testtelen, vértelen mondják, hogy épp testben, épp lélek, a testtelelke nagyjából harmóniában van, és igyekszik ebben akár rutinszerű módon is, tehát legyenek meg a minden nap 10-től 11 edzési időpont, vagy minden hétvégén lejárok a haverokkal focizni egyet, vagy kerékpározni, bármi. Ha ez megvan, és a folyamatos szinten tartása megvan az emberben, úgy a fizikai, mint a szellemi aktivitásnak, az érzelmi állapot karbantartása, mindezek összefüggenek, akkor nagyon nagy baj nem lehet. Persze méri sorscsapások az embert, és van a családi tragédiák, vagy bármi történhet. Engem egyrészt ezek is elkerültek, most azt mondom, hogy nem tudom, én 84 évesen volt meg édesanyám, nyilván megrázott, de tehát nem természetes módon, nem olyan váratlan tragédia volt, hogy valami baleset következtében. Tehát ezekre azért nagyjából fel lehet készülni, és az ember kellően erős lelkileg, és rendben van testileg, lelkileg, akkor szerintem nem tud padlóra kerülni. Vagy én abban a szerencsés helyzetben vagyok, és ezért ilyen ügyben nehezen adok tanácsot a nézőknek is, vagy te neked is, ha kérdezed, hogy nem tudom, hál' Istennek, én nem érzem úgy, hogy bármikor is földön lettem, vagy földre kerültem valahonnan, hogy föl kellett volna kapaszkodni. A sport abban segített, hogy nem kerültem földre, és mindig is szinten tudtam tartani az aktivitásomat, optimizmusomat, hitemet, lelkesedésemet. Televíziósként voltak olyan vágyaid, amik nem jöttek szembe végül, és nagyon remélted, hogy az megtörténhet veled? Ez meg a másik dolog a sportból. Azt mondják, hogy csak megfelelő módon kell megválasztani a sportát, meg az ellenfeleket, és akkor lehet nyerni, vagy a korosztály. Tehát most mondhatnám azt, hogy a sport arra is megtalálta, egyrészt, hogy reális célokat mondják, hogy lehet álmodott, tűzzék ki célokat, tűz ki a lehetetlent, aki a lehetetlen nem tűzik, az a lehetséges sem éri el, meg ilyen nagy mondások van, a biztos ennek is van realitása, de majdnem olyan voltam, mint egy inspirációs előadó, látod? Igen, de ugyanakkor racionális ember vagyok, és én mindig is, bár ikerként ez a két dolog, a racionális és az emocionális életem, vagy énem, az folyamatos harcban van egymással, és hol az kerül előtérben, de racionális módon én mindig is olyan célokat tűztem ki magamnak, erre jó például a 800 méter a világon, és tudom, hogy ha mondjuk 2 perc kéne a világbajnoki címhez, és én 2:30-at tudok, nem készülnék reálisan éremszerzésre. Olyan sportágat választottam, nyilván, amiben van esélyem, és tudom, hogy... Amit mi olyan csinálunk, célokat, ez nem mérhető ilyen igen, módon. Azt gondolom, hogy sosem voltak színészektől szokták kérdezni, hogy van-e szerep, volt-e szerep. Az a szerencsés, akinek nem volt, hanem megtalálták a szerepek, és én így vagyok most mondhatnám azt is sokan, hogy híradósnak készültem, és gyerekkoromban is már otthon a mikrofonnal játszottam, a fakanába énekeltem. Nem volt ilyen, ez egyszerűen jött, és... Az egy más dolog, hogy az egész élete során az embert sokféle impulzus éri, sok mindennek elébe megy, sokféle iskolát végez, sokféle sportágat űz, és ezek kapcsán minél sokoldalúbb vagy, minél többfelé vagy nyitott, nyilván többféle megkeresésnek, többféle impulzusnak, többféle lehetőségnek tudsz elébe állni. Nekem ez ilyen módon jött a tévézés, és soha nem volt ilyen tervem. Ugye a szó esett az elején már itt a bemutatkozásnál, hogy egyetemista koromban még a divat szakmával is összekeveredtem, és egy kis ösztöndi kiegészítésként csináltam. Remek fotók kerülnek elő róla időnként. Ennek kapcsán jöttek a reklámfilmek, ez már egy kicsit belesodródás volt a kamerák világában, nyilvánosság, fotózás, filmezés, és aztán ebből lett egyszer egy meghívás, egy casting, szerencsekerék, és aztán jöttek ezek a dolgok maguk. Arra még emlékszel? Már ilyenekre szokott az ember, hogyha nincs az a szerencsekerék, akkor neked mi volt a fejedben, merre indulsz? Igazándiból én akkor, tehát tudatosan készültem az életre, az biztos, hogy a sport révén és a divat révén is egyébként, a 80-as években, ami nagy szó, akkor még nem utazgattunk a szabadon, ugye, mint most, nagyon sok tájra juthattam a világnak, tehát több földrészen is rengeteg olyan kulturális program vagy sportesemény volt, ahova eljutottam. Azon kívül olyan szerencsés voltam, hogy az egyik első, talán az első volt a 60-as években angol nyelven oktató iskola, az Arany János Általános és a gimnáziumban kezdtem járni már második osztálytól, pont azért, mert ott angol nyelvű oktatás volt. Tehát volt egyfajta nyelvtudásom, és ezt én úgy gondoltam, hogy
hogy ezen a téren szeretnék tovább menni. Tehát sok minden más, mert a pénzügyi számítás főiskolán külüzemgazdászként végeztem, és azóta tervem, hogy külkereskedő leszek. A divat kapcsán is szintén rengeteg külkereskedő céggel dolgoztam együtt. Az állami biztosítónál is voltam 15 évig egyébként üzletkötő, ott is egy ilyen nemzetközi szállítmányozási biztosításokból írtam a szakdolgozatomat egyébként, és már előkészületben volt a szerződésem, hogy a Hungária biztosító, meg az állami biztosító, az a kettő volt, akkor valamelyikénél ezen a területen fog dolgozni. Tehát nyelvek, utazás, külkereskedelem, valami ilyesmi volt a terv, és akkor ebbe belepottyant ez a bizonyos televízió. Volt olyan, hogy azt érezted, hogy bárcsak az történt volna meg végül is, hogy ez a tévés brahi, mert hát ugye bekerülni egy ilyen műsorba, egyrészt baromi nagy izgalom, másrészt, hogy meddig tart, ezt ki tudja. Az elsőnél az ember mindig így érzi, vagy legtöbben így érezzük. Szóval, hogy hát lehetett volna ez egy teljesen más karrier? És lehet, hogy azzal jobban jársz? Elgondolkodtam rajta, hogy mi lehetett volna, ha, de hát ugye tudjuk, az életben nincsen, ha, meg a sportban sem, meg ez megint csak, de nem volt B-tervem érdekes módon, tehát abban a pillanatban, hogy elkezdődött a szerencsekerék, akkor az nagyjából eldőlt a... Beszépantott. Bár nem tudtam azt, hogy ez milyen hosszú táv... Én úgy mentem el a castingon, és fogalmam nem volt, még odállt egy szürke fall, és játszani, hogy én egy televíziós vetékedőben vagyok, miközben akkor már erről szólt a világ állítólag, akik nézték a Sat.1-et nevű televíziós csatornát, hogy grüksz rád, és... Na, de azt sem tudtad, hogy erre a műsorra keresnek? Nem, teljesen improvizatív módon alakult. Nagyon jó voltál, vagy valamit megláttak benned annak dacára, hogy azt emlékszel vissza? Mondták el egy szemüveges is, és akkor mondta Vágó István szegény. Nézzen ki valaki okosan. Igen, azt mondta, hogy te Tamás, ez a szemüveg olyan intelligens külsőt, kölcsönöz neked. Szegény Istvánnak ez volt egyik jó mondás, hogy megmaradt. Tehát a lényeg az, hogy István tényleg úgy volt, hogy... Igen. A szarkazmus. Igen. Tehát, hogy két különböző figurát kerestek, akik már valamilyen módon láttak már kamerát, de még nem ismertek a tévébe. Ugye Klauszmann Viktor akkor volt kezdő az Ablak című műsorban, egy-két éve már ott szerkesztői porterként dolgozgatott, én pedig a reklámfilmes, vagy a ilyen fajta 8-10 éves tapasztalattal hátam mögött már nem ijedtem meg a kameráktól, és akkor gondolták, hogy a két ilyen fiatal srácnak két különböző alkat legyen azért, hogy a nézők szeretik a szemüveges, meg a nem szemüveges, különböző korosztály is vagyunk, és így alakult. Volt köztetek azon versengés, hogy ki a népszerűbb, mert hogy mind a ketten így berobbantatok, hát arra azért lehet emlékezni, tele volt veletek a sajtó. Mindenki nézte ezt a műsort. Tehát aki nem szereti a vetékedőket, az is belebotott. Mert nem volt más, én azt mondom. Két csatorna volt, igen, meg néhány külföldi, hát hogyne. Könnyű volt akkor ez, amit a hárman indultak az érmekért, tehát hogy... Ti versengtetek? Nem, a Viktor eleve nem egy ilyen versengő alkat, én mindig is az voltam, és én titkon persze mindig néztem a nézettséget, meg kérdeztem, érdeklődtem. Ki a jobb? De nem volt, tehát annyira a brand maga annyira vonzó volt, és a formátum, és meggyőződésem, hogy tiszteltem a mostani műsorvezetőnek, aki lényegesen jobb verzióját csinál ennek a műsornak, mint közben volt egy halványkísérlet, de nem az ő személye, hanem a mi személyünk, hanem az a formátum az viszi, vagy hozza a nézettséget, és viszi magával a nézőket. Én nem gondolom, mert azt hiszem, hogy a személyiség hozzátartozik. Biztos. Ehhez. Nyilván azt keresték, azt a személyiséget, akire rá lehet bízni egy ilyen műsort, amikor te elmentél egy castingra. Hát, nézd, nem tudom, ti például figyeltek egymást, Szőrösi György az Egyenes beszédbe, sikeres műsor, a Híradóra ugyanez, elmondhat, a Startra ugyanez. Nem látok, tehát nézzük a nézettséget, és nincsenek igazán szignifikáns különbségek, ahogy nézem hetente vagy naponta sem. Ha jó csapatként és egy jó formátumot, jó tartalommal töltünk meg egy egységes, jó szerkesztői gárdával, akkor az lehet, hogy kicsit mások, de mégis arányában hasonló mértékben néznek egy adott csatorna, egy adott... Na, ezzel már nem akarnám traktálni igazából a nézőket, de akkor egy megjegyzést engedj meg, tehát a jó kiválasztás egy ilyen műsorozó, párosok dolgoznak együtt és váltva dolgoznak. Biztos, hogy fontos, persze. Az jelzi azt, hogy a különbségek nem tudhatók. Tehát már akkor eldől, mikor kiválasztják. Hát van az a helyzet, igen, amikor az egyiket kutyaütőnek látja a nézők többsége, a másikat meg szereti, és akkor ez látszik. Az a rossz helyzet. Igen, az is a mi esetünkre visszatérve lehet, hogy úgy volt, hogy volt, aki engem szeretett, jobban volt, aki a Viktort, és ez kiegyenlítődött hosszú távon. Hát pont ez a lényeg. Jobban voltatok? Vagyunk is, igen. Igen, kifejezetten lehet mondani barátinak, és talán a sport némelyik sporttársamhoz hasonlóan, hát 30 éves barátságról beszélünk, épp a napokban volt, vagy az év elején volt 30 éve, hogy ezt a műsort elkezdtük, és
mert minden hónapban szinte találkozunk ilyen olyan események kapcsán, és nagyon jó viszonyunk, igen. Tehát nem volt semmi rossz ízű rivalizálás. Az a műsor, az hagyott nektek némi szabadságot, hogy önmagatok legyetek. Elég szűk keresztmetszetben mozogtatok, de azért mégiscsak ez egyik kötök ilyen volt, a másik olyan, a Híradó, sokkal kevesebb szabadságot enged látszólag. De azért, hogyha valaki alaposan figyeli a stílusbeli különbségeket, akkor itt az ATV-ben is megvan mondjuk Luca, közted, Tóth Géza és Nemes Anna között az érzékelhető differencia, hogy hogyan álltok a hírekhez, vagy hogyan fogalmazzátok meg magatokat benne. Ez mennyire tud tudatossá válni az idők során? Hát én nem voltam még soha nő, tehát a két hölgyről nem tudok nyilatkozni, hogy hát a nő mennyire adja másképp sem, a híreket. Nekik fáj, hát nekik sem az a jellegzetességük elsősorban ez ügyben, hogy nyilván ők. De másképpen, ahogy mondtad, jellegzetesen másképp interpretálnak valamit, és nyilván a személyiségét az ember hozzáadja, még a Híradó, a száraznak számító híreihez is. Ugye az a legfontosabb dolog, és ezt a közelmúltban többször is volt szó, és nem akarnék más csatornákról és más kollégákról beszélni, hogy mi ennek a szakmának az alapja, és én ugyan sosem tanultam ezt is büszkén, vagy szomorúan bánom, nem tudom, hogy mondjam, de ebbe én így az élet sodort bele, és időközben tanultam bele. Persze rengeteg híradót néztem, és rengeteg tévéműsort néztem, és abban azért voltak minták, amiket levettem, de azt megtanultam az első pillanattól kezdve, hogy ennek a szakmának vannak bizonyos alapjai, amit hát nem ízlés dolga, hanem szakmai elvárás dolga az, hogy mennyire objektívnak kell lennünk, és semmilyen módon, még a gesztusok szintjén sem minősíthetjük az adott hírt, vagy az abban megszólalót. És én nem akarnám ezt most, mondom, másokkal összevetni, hogy mi ezt hogy csináljuk. Szerintem maránok jól, másképp, de elfogulatlanul, és anélkül, hogy bármit hozzátennénk, olyan értem, hogy a véleményünk érzékelhető, érezhető lenne az adott hírrel kapcsolatban. Ezzel szemben az objektivitást ugyanúgy is fönn kell tartani, de sokkal nagyobb szabadságot ad a beszélgetésre. A Start című is, amit annak idején, úristen, már 12 év együtt kezdtünk, ugye, felváltanunk akkor szólóban. Tényleg 12 éve. És például, ha az lenne, akkor látod például a következő kérdés, mielőtt nem akarok elébe vágni, mielőtt megkérdeznéd, hogy és még meddig akar ezt csinálni, és nem mész egy nyugdíjba mindjárt. Kérdezz magadtól, engem nem, én hátradőlök és megnézem. Nem, tehát ha valamiért csinálom, és lehet, hogyha nem lenne a Start például, már beleuntam volna. Tehát, hogy 15 év híradózás után már azt mondanám, jó, most már uncsi, és akkor a közismerten magas összegű magyar nyugdíjak mellett úgy hátadőlnék, és ettől kezdve csak nézném a televíziót, és nem csinálnám. De például a Start, vagy a magazin műsorok, azok olyan szinten életben tartják az érdeklődést, és olyan szinten kihívást jelentenek még a mai napig, és olyan szintű, kicsit nagyobb szabadságot nyújtanak, amitől továbbra is izgalmas tud lenni. És ez aztán visszacsatol, és mivel a Híradóval is van összefüggés, hiszen a Híradó hírei dolgozzuk fel a Startban, a két dolog így egymást inspiráló, kiegészítő módon számomra továbbra is érdekessé teszi a televízió, és aztán majd meglátjuk, hogy meddig. Meddig akarod csinálni, Tamás? Jutott eszembe ez a kérdés, nem tudom, honnan jutott eszembe. Hát nyilván azért, mert a napokban betöltöm a 65-öt, tehát lassan nyugdíjba megyek. Nekem ez arra jutott eszembe, hogy te tetted fel magadnak, csak nem válaszoltad meg. Igen, tehát hogy nem, hát hogy erre a kérdésre válasz, hogy nyilván sok szakmában van úgy, ha az ember már ilyenkorra belefáradt. Például az én édesapám volt olyan szerencsés még, hogy 60 évesen nyugdíjba ment, nem volt viszont olyan szerencsés, hogy olyan szakmája lehetett volna, egy eléggé száraz, unalmas szakma, amit nem tudom, mit én is azt tanultam, könyve, tehát tulajdonképpen számviteli osztályvezető volt, tehát a pénzügyek terén dolgozott, de tehát elég fárasztó és viszontagságos évtizedek voltak, ugye az 50-60-as években dolgozott javarészt. Érthető volt, hogy a 60 évesen, na köszönjük szépen, kapát, kaszát eldobott, hogy ezután a tévé, akkor már egyre gyakori vagy egyre hosszabb tévéműsorok elé, és sajnos azt kell mondjam, hogy ő ebbe úgy bele is fáradt, bele is halt egy kicsit a kihívástalan, és hogy mondjam, kihívások nélkül és különösebb cél nélkül életbe. Tehát, hogy elég volt a munkából is. És én azt gondolom, hogy például a munka is olyan, nem olyan szinten nyilván, mint 30 éves korában, de az ember 60 éves korában is igenis képes, és 70 éves, meg 80-es is látunk professzorokat, és komoly szellemi tevékenységeket végezni képes embereket, hogy az igenis életben tart, aktívan tart, ha a munkát olyan értelemben veszik, hogy esetleg még pénzkeresíti forrásként is, nem csak egyszerűen keresztelményeket fejtve, azért az inspiráló lakhat, és frissen tart szellemileg is, fizikailag is, és mindenféle értelemben. Jó, szóval a nyugdíjra nem úgy gondolsz, hogy végre itt van, leülök. Én ameddig még engednek, vagy szükség van ám, addig én biztos, hogy csinálni fogom, tehát magamtól nem fogom azt mondani. Ez a nyugdíj dolog, ez nem üt meg?
Hogy az azért igen. Tehát Gajdos Tamás kis nyugdíjas. Szóval, a kicsi a baj, nem a nyugdíjas, a baj a kis nyugdíjas. Hát Magyarországon a legtöbben kis nyugdíjasok. Igen. Hát épp a héten lesz osztálytalálkozón, kíváncsian várom a mennyi már 47. éves érettségi találkozónkat, hogy ki hogy alakult, hogy 5 évente legalább összefutunk, ahogy az kell. Hát nem állítom, mindenki halálosan boldog, de egy szerencsés osztály vagyunk, tehát a többségünk még él, egészséges, amennyit én együtt tudok, de majd most fog szembesülni, hogy például ki hogy áll ez a nyugdíjkérdéshez, hogy hányan mennek nyugdíjba, hányan nem. Gyanítom, hogy ismerve a magyar viszonyokat, sokan még anyagilag sem engedhetik, meg engedhetjük meg magunknak, hogy nyugdíjba menjünk, és akkor attól kezdve ne csináljunk semmit, már anyagi értelemben, vagy pénzkereseti forrásként. De mondom, ezt nem is bánom olyan szempontból, hogy ahogy elmondtam az imént, hogy ez mindenképpen inspirál. Tehát ez a mindennapjaink része az aktivitás, a munka. Mi szoktunk beszélgetni bőségesen, meg sok mindent tudunk egymásról szerintem. Egy dolgot sose kérdeztem meg, a feleséged mit csinál? Azon kívül, hogy felnevelte a gyerekeiteket, miközben te futottál. Hát ez egy nagyon fontos, nem, ugye nem is... Jó, ez igazságtalan is rád nézve, de egyébként ez nem, vicc volt inkább. Nem, de tényleg ő dolgozott helye közel a szülés, a születésük utáni pár évtől eltekintve, most pedig már egy éve kifejezetten aktívan vesz részt a sajnálatos módon, most már több mint egy éve kirobbant orosz-ukrán háború következtében, de menekülő ukrán családok gyermekeivel foglalkozik leginkább, eleinte csak önkéntes módon, most már több helyszínen is hivatásosként lehet mondani ezt a munkát végzés. Nagyon tudomásom szerint jól és motiváltam, mert hogy ő érzelmileg nagyon átéli a dolgokat, és nagyon sokat tud a gyerekeknek. Én feleségednek neveztem, de te ezt csak ígéred neki. Hát igen. Hány éve? Ez 30 éve. Hány éve ígéred? 30 éves a sztori. 5 éve volt az eljegyzés. Mindig volt közben már Covid is, meg sok minden. Volt mire fognod? Mindig volt, és mindig volt fontosabb dolog. De most azt nem akarom mondani, hogy azt egy kapcsolat dinamikája is, erre már te is hosszú évekre, évtizedekre tudsz visszatekinteni, hogy hogyan alakul adott esetben. Nem feltétlenül mindig egyenletesen és egyformán aktuális egy bizonyos kérdés van, amikor úgy napirendre kell, aztán kicsit úgy kevésbé. 30 évi... Még nem vagy 30 év után biztos benne, hogy elköteleznéd magad. Igen, fiatal vagyok még az, hogy egy kicsit. Mondjuk azt, hogy most per pillanat nem aktuális. Jó, akkor én ezt másképp kérdezem. Mi a fenétől félsz 30 éve? Vagy 5 éve, amióta eljegyezted? De miért húzod magad ki ebből? Ez nagyon nehéz kérdés, de beszéltek őszintét, ebben műsorban lehet, volt már olyan. Sőt, kérlek rá. Hogy nem feltétlenül mindig zöggenőmentes és rózsaszín, habos-babos a történet, még hogyha ez kifele úgy is látszik, és sosem mutattunk szürke foltokat, vagy villámokat, vagy nem tudom, felhőket az égen a kapcsolatunkban, de voltak is, vannak is, és ezek nem feltétlenül mindig erősítik meg azt, hogy most akkor aztán egy képmutató mód, egy óriási nagy durranással, nem tudom, hány száz fős nagy monstra esküvőt kéne, amit pedig úgy egyébként elvárják. Hír lenne, látod. És ez meg a másik, amit én mindig is próbáltam úgy csínyán bánni vele, és úgy szőrmentén kezelni a bulvárral való kapcsolat, pedig egész jól sikerült, tehát nem volt különösebb konfliktusú, nem is tudom miért, hogy én úgy visszalapozgatok néha, és hogy megjönnek cikket, hogy nem, Isten ments, most nem provokáció, nem valami rosszat írnak, hogy nem nagyon voltam megosztó személyiség soha, ezzel a dologgal sem szeretnék az lenni, de képmutató sem szeretnék lenni, tehát semmilyen módon nem akarnék. Egy olyan időpontban, amikor olyan szakaszában lesz a kapcsolatunk esetleg még, hogy ez úgy valamiért nagyon kell, akkor viccesen mondtuk egyébként, hogy majd amikor a lányunk abba a korba ér, hát már 20 éves elmúlt, úgyhogy előbb-utóbb még az is lehet, hogy akkor lehet, hogy majd egy közös. De hát ki tudja, az time will show, ahogy mondjuk. Hát lehet, hogy Zétit várod, hogy odaérjen, de még hát az is lehet, hogy 12 vagy 13 van. Házasítsuk ki a gyereket, így van, most ez 13, igen, fél év múlva. Az, hogy ő veled sportol, szerintem annál fantasztikusabb érzés alig, ha lehet. Ez óriási. Megy veled. Csodálatos, tehát ennél még a lányommal, a most már 20 éves elmúlt lányommal volt talán még inkább intenzív ez az együttsportás és az egymás eredményének való örülés, mert hogy egy az egybe azt a versenyszámot, nem csak az atlétikát, hanem 800 métert űzte, és tényleg az elmúlt 10 évünk
nek a legboldogabb időszakai voltak az ő versenyére járni, és ott drukkolnak, akár itthon, akár külföldön. Nagyon sok magyar bajnoki címet, európai megbért, és nemzetközi szinten is egészen jó eredményeket érte. Aztán sajnos jött a Covid, és például az utolsó, az ifjúság Európa-bajnokság, ami utolsó nagy megméretése lehetett volna a korosztályban, az elmaradt pont a Covid miatt, Olaszországban lett volna. És akkor ez egy törést okozott az ő életében láthatóan, akkor ott az érettségi felvételi előtérbe került a tanulás, és akkor abba hagyta sajnos a versenyzést. Ez neked fáj? Egy ideig igen, és ő is félt szerintem, meg az egész család félt, hogy úristen, hogy fogom ezt lereagálni, de számomra is meglepő módon a józanság, a racionalitás megint előtérbe került, és azt mondtam, hogy tényleg, hogyha most neked a tanulása fontosabb, már pedig egy olyan időszak volt, ami nem volt átugorható, akkor legyen az, és tényleg azóta is megtalálja a számítását, sikerélményét. Jogi egyetemre jár, második évet végzi mindjárt. Szuper. Dolgozik mellette, sikeres ember, bízom benne, még a kisfiam is ilyen lesz. Hát a két nagy pedig mostanában fognak házasodni, úgyhogy ők pedig már 33, ugye Viki lányom, 36 a Gergő fiam, úgyhogy ők már családalapítás folyamatában lehet mondani, benne vannak. Ha az elmúlt 65 évedet nézed, melyik a legjobb periódus? Én mindig azt élem meg a legjobb, amiben éppen benne vagyok, de én tényleg nem ilyen hurrá optimizmus, vagy hú, koncentrálok a jelenre miatt mondom, hogy talán az elmúlt 10-15 évet én abszolút vállalni tudom, és ha nem lesz ennél rosszabb 15 év az életemben, azzal tökéletesen ki leszek békülve. Nyilván voltak nagy nekilendősek, persze mindig a fiatalkor az embernek, az óriási 18-20-22 évesnek, az akkori atlétikai sikereket megélni, szívesen idézném vissza, nagyon jó volt körbeutazni a félvilágot Pataki Ágival és társaival, mert azzal a korosztállal együtt kezdtem vagy végeztem azt a szakmát abban a 10 évben. Utána a szerencsekerékkel a televíziós pályafutás, az kétségtelen megint egy 6-8 év abszolút siker volt. De például szakmailag ez érdekes dolgna, és valami újdonságot is mondjak most itt ebben a műsorban, csak neked, remélem nem hallja senki más. Remélem, hogy sokan hallják. Úgy megkívánj már ilyet. Tehát, hogy úgy képzeld, hogy a szerencsekerék után, a TV2-s időszak után, ami sajnos 2002-ben megszakadt, jött egy 6-8 éves átmenet időszak, mielőtt ugye 2009-től ide kerültem volna az ATV iradójához, amit kevesebben láttak és követtek talán, de ez egy 6-7 év volt, amit kifejezetten intenzív szakmailag a pályafutásom szakmailag talán legértékesebb és legérdekesebb időszakának ítélek meg, pedig egy rettetes kétségbeséssel kerültem ki a TV2 kapuján, mikor megszűnt a sportosztály, megszűnt a státusz, és egyszer az utcára kerültem egyik pillanatra, a másik, mert 2002 őszén, és akkor egy pár nap gondolkodás után arra jutottam, hogy hát miért ne csináltam én ugyanazt tovább, mint eddig, csak maszek vállalkozóként úgymond, és elkezdtem sportműsort, autós műsort, magazinműsort, így van. Hát az a szerencsés időszak volt, hogy azóban az években, hogy a reklámpiac lényegesen szabadabb, tágasabb, pénzzel jobban feltöltöttebb volt, több lehetőség volt, és akkor elkezdtem magam saját költségre, majd aztán szponzorokat bemondva, eladható műsorokat gyártani, és tulajdonképpen igazán a szakmának az alapjait is, akár visszamenve, kicsit késve ugyan, de akkor sajátítottam el, és magam voltam a producere, műsorvezetője, szerkesztője, gyártásvezetője, sofőre, néha még operatőre is a sportautós és állatbarát magazinnak is, például amit a Duna Televíziónak is gyártottam, és 3D csatornának volt, hogy egyszerre készítettem ilyen műsorokat, és azt például nagyon, nagyon lubickoltam, nagyon élveztem azt a fajta sokoldalú munkát, és a mindennapos lemérhetőségét, visszaigazolását, a teljesítményennek, kicsit úgy, mint a sportban, beérsz a célba, rögtön látod, hogy hanyadik vagy, mintha nem is rögtön, de egy hét múlva mondjuk, akkor még a nézettség úgy volt, vagy pár nappal később, a nézettségből, az ezáltal megnövekvő, vagy csökkenő szponzori hirdető érdeklődésből pontosan le tudtam mérni, amit csinálok, és az csak az én munkámon, én produkciómon múlott, hogy mennyire volt sikeres, mennyire volt fenntartható. Azon gondolkozom, hogy ez is az, meg ugye mondtad, a szerencsekeréknél nézted a nézettséget, és állandóan összevetetted a Viktorét és a tiédet. Ugye ebben a produkciói munkában is voltak éppen azt élvezted, hogy összeáll, hogy össze tudtad szedni, győztél. Mennyire vagy versenyfüggő? Itt vannak ezek az érmek. Egy kicsit, ilyen pici. Hát, hogy ez, azért ez olyan, mint hogyha ezen a dominón lógna a gajdos, tehát hol a következő verseny? Hát, ha hazudnék, hogyha nem mondanám, hogy abszolút sikerorientált ember vagyok, de én azért úgy veszem észre, hogy mai világunkban nagyjából erről szól minden. Nem biztos ez jó, hogy csak a sikeres emberek és csak a sikerorientált emberek tudnak haladni és boldogok lenni az életben, és valószínűleg nem is így van, de
Tudjuk, mindenkinek más a siker az életében. Hát ez meg a másik, igen. Mindenkinek nem jön az aranyérem, de valakinek az is siker, igen, hogyha lefutja a 800 métert bárhogy. Igen, de ez nem csak a sport, hanem minden terület az életnek, ugye vonatkozik másra is, de rám is, hogy valahogy mindig, én szerintem tök természetes módon motivált az, hogy a tanulásban ott nem mindig sikerült a legjobbnak lenni, de mondjuk utána a munkámmal, a szakmai téren, vagy bármit is csináltam egész életemben, nyilván próbáltam mindig a lehető legjobban, és hát olyan terület, ez már egy betegség nyilván, ez a fajta magamutogatás, hogy mindenek ezt, hogy mondjuk, hogy nem introvertált, hanem extrovertált típus, amiben szereti megmutatni magát, a produkcióját, hogy hát valahogy olyan szakmába keveredtem mindig, vagy olyan sportágba, ahol tényleg meg lehet mutatni, és konkrétan lemérhető a teljesítmény. Nem bánom, hogy ilyen lettem, vagy ilyennek születtem, vagy ilyenek neveltek a szüleim, mert én így érzem jól magam. Biztos sokak mások számára boldogságos, sokféle út vezet, más módon is elképzelhet az élet, nekem ez csak így megy, és más kérdés, hogy majd évek múltán nem feltétlenül aranyérmekben, vagy másodpercekben, nézettségadatokban fogom mérni a sikert, hanem mondjuk a gyerekeim boldogságában, vagy sikerességében, ami felé most a lehető legjobb úton haladunk. De ez legalább olyan siker lesz, mint most. Miért azt te el tudod képzelni, hogy bármilyen boldogok is a gyerekéd, és ezeket bármekkora örömet is okoz? Ne indulj el egy szenior versenyen, bárhogy, bármikor? Lehet, hogy eljön az idő, remélem még nagyon soká, tehát nekem még vannak terveim azért, és ezért nagyon jó ez a 5 évenkénti korosztályos lépcső, hogy mikor... Hát 90 plusz. Ott is van. Hol van az még? 95 éves résztvevő is volt például annak idején 2014-ben az ATTK Fedett Pás Senior Európa Bajnokságon, itt volt Budapesten a bokcsarnokban. Legalább addig tervezek. Ezt mondtam már többször is, hogy elvileg 120 évre vagyunk megszerkesztve biológiailag, tehát ezen csak mi ronthatunk, tehát ami adottságunk van, azt ki kell bontakoztatni, hogyha benné szorul bármi. Egyrészt, mert látom, amikor kifutsz az épületből, és látom, amikor visszaérsz, és a kettő között nem telik el annyi idő, hogy az ember... De nem látsz, összetörtnek, ugye? De én még mindig ugyanazon a széken ülök, te meg már túl vagy egy edzésen, szóval, hogy ez egészen elképesztő. De ugye azt érzed, hogy az engem feldob, tehát nem egy összetört embert látsz, mikor vissza, komolyan, tehát ez a mérce, tehát úgy sosem csinálnám, hogyha rettetes gyötrelmet és fáradtságot és szenvedést okozna. Tehát örömet ad a sport, és ez jól lenne mindenki megérteni, hogy mindenkinek a maga szintjén, a mozgás, nem kell versenyezni, de a napi minimum 30-40 perc mozgás, akár csak a közértbe elmenni, vagy a munkahelyre, az örömet okoz, és itt a tavasz, a nyár, tessék kimenni és élvezni a jó időt. Legyen ez a végszó, hosszú pályát kívánok neked, itt a tévében is, meg a futópályán is. Bízunk benne, így lesz. Köszönöm, hogy itt voltál. Gajdos Tamás, kis nyugdíjas volt a vendégünk, már mindjárt az lesz. Szerintem ezentúl ez így lesz. UFO vagy és kis nyugdíjas. Köszönöm. Tamás, köszönöm szépen. Köszönöm a figyelmet. Szerintem Tamást hallgatni most is élmény volt. Szép estét. Viszontlátásra.